A viszérbetegség sajnos nagyon gyakori Magyarországon. A vénák kóros kitágulása elsősorban alkati megbetegedés. Egyes felmérések szerint a 40 év feletti lakosság mintegy tizedét érinti, a 70 év felettiek közül pedig minden második ember érintett. Kialakulásában az állandó megterhelés, az álló foglalkozás mellett az öröklött hajlam is nagy szerepet játszik. A betegségről, annak kezelési lehetőségéről kérdezem vendégeimet, Olvasztó Sándor sebész, érsebész doktor urat és Altura István gasztroenterológus professzorat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét. Hát a viszél, azt gondolom, hogy ha egyáltalán ezt a betegséget emlegetjük, majdnem minden érintett családban élő tudja, hogy hát bizony vagy a nagymamámnál, vagy a nagypapánál, hát a lábán láttam ilyen-amolyan fura kinövéseket, dudorokat itt-ott-amott a végtagokon. De tulajdonképpen mi is ez a betegség? Hogyan alakul ki? Hát ugye olvasztó főorvos úr lesz igazán a téma elővezetője. Én az első ábrát szeretném kérni, mert úgy állapodtunk meg vele. Ugye itt kettős problémáról van szó. Egyrészt a végtagok funkcionális megterhelése okoz gondokat, tehát ugye valami miatt a nyomás megnövekszik ezekben a felszínes vénákban, és ezek megtágulnak. Többek között olyan okok miatt, amit emlegettünk korábban. Tehát ennek van egy esztétikai része, és van egy komoly funkcionális része, mert ebből hosszabb távon komoly szövődmények is kialakulhatnak, gyulladásos betegség, vagy gyulladásos elváltozások, bőrgyógyászati elváltozások, vagy egészen súlyos esetben akár nem gyógyuló, nehezen gyógyuló fekély is. Tehát mindenképpen foglalkoznunk kell a viszérbetegséggel. Gyakorlatilag életminőségi problémákat is okozhat, hogyha nem foglalkozunk vele. De valójában ugye, ahogy a felvezetőben is mondtam, nagyon sok esetben arról van szó, hogy ha valaki álló munkát végez, tehát olyan megterhelés éri a végtagokat, amely a szokottnál eltérőbb, tehát nagyobb megterhelés, akkor alakul ki, vagy valóban a hajlam, az öröklött hajlam is ugyanolyan hatással lehet a viszér kialakulására. Főorvos úr. Pontosan nem tudjuk az okát, hogy mi okozza. Jelenleg is ez világszerte kutatás alatt van. Ugyanis nem egyféle elváltozásról van szó, nem is egyféle anatómiai réteget érint, hanem különböző megjelenési formái vannak, majd ezt a későbbiekben egy pár ábrán mutatjuk. Viszont a fő pillanatnyilag ok tulajdonképpen a örökletes genetikai hajlam, és ehhez társulnak olyan jelenségek, olyan élettani hatások, mint a terhesség, a fogamzásgátlók, hormonok szedése, maga az életmód, például a dohányzás, illetve hát a bizonyos foglalkozások, a tartós, álló, ülő foglalkozás nem használ ennek. Ez azt is jelenti, doktor úr, hogy a terhesség után a hölgyek veszélyeztetettebbek e tekintetben, illetve hogyha a sportolóknál beszélünk arról, hogy mondjuk futás, nagyon megterhelő mozgással járó sport esetében lehet azzal számolni, hogy ez egy aztán jelentkező probléma lesz illetőnél? Válasszuk ketté a kérdést. Először a terhesség kapcsán nem maga a terhesség után jelentkezik a probléma, hanem a terhesség alatt egy olyan élettani változás van az anya szervezetében, hogy nagyon magas a prostaglandin szint, a prostaglandin egy nagyon erős értágító hormon. Ezen kívül van egy olyan anatómiai rendellenesség is, hogy a kisbaba feje komprimálja a szülőcsatornába a vénát, és ezáltal egy pangás jön létre az alsó végtagokba. Na most ezek a folyamatok meg szoktak szépen a szülés után fordulni, nagy része visszahúzódik, de sajnos a billentyű elégtelenség, ha megmarad, ez mindenképpen műtétet igényel. És a sportolók esetében ez előfordulhat? A sportolók esetében, ha valaki nagyon-nagyon erős megterhelést végez, akkor a fokozott vérellátás, a fokozott munka, az fokozott vérellátást oda-vissza igényel, és ebből kifolyólag kitágulnak a vénái, és ez egy relatív pillentyű elégtelenséget okoz. De mégis azt kell mondjam, hogy a normál módon végzett sport az nem rontja, hanem megelőzi a vénás elégtelenséget. Most nézzük, hogyha szétszednénk típusokra, már bocsánat, magam laikus szintjén fogalmazom így, mi az elsődleges megjelenési formája, amikor még nagyon picike látvány van, tehát esztétikum szempontjából szinte elenyésző, de eljut, és meddig haladunk egészen
mennyi idő telik el mondjuk a fekéig, hogy eljusson az illető? Hát a legelső tünetek azok részben szubjektívek, tehát ez a bizonyos nehéz lábérzés, hangyamászás, mérsékelt fájdalom, kezdődő olyan ödéma vagy vizenyő, amely a nap folyamán növekszik és reggelre visszahúzódik, és aztán amikor ez átmegy egy tartós állapotba, van akinek már fekvő helyzetben is billentyű elégtelensége van, akkor ennek az oxigén és tápanyagellátás csökkenése miatt végül egy feké lesz a következménye. Főorvos úr, mikor van az, amikor ezzel a kérdéskörrel orvoshoz kell és érdemes fordulni? A kezelés az több rétű. Vannak olyan esetek, amikor csak esztétikai problémát okoz, vannak olyan foglalkozások, ahol például nőknél számít az, hogy szép legyen, esztétikus legyen a lábuk, balettáncos, bizonyos stewardess felszolgáló. Tehát olyanok, akiknél látványos és zavaró, hogyha egy esztétikailag zavaró viszér kialakul. A többség sajnos az már olyan komoly tünetekkel jelentkezik, akinek a mindennapi életét, vagyis az életminőségét rontja. Na most, hogyha ez történik, az életminőség romláshoz vezet, akkor milyen lehetőségek vannak, milyen beavatkozási lehetőségek vannak, milyen kezelési formák? Hát mindenképpen egy szakorvosi vizsgálat előzi meg a beavatkozást, amelynek érdemes érsebész szakorvossal végeztetni. Nagyon fontosnak tartom az ultrahangvizsgálatot. Az ultrahangvizsgálat pontosan megmondja, hogy melyik vénák betegek, illetve hogy tulajdonképpen mit kell csinálni, és abból a palettából, amit kezelésként választhatunk, melyiket válasszuk ki. Nem mindenféle viszér kezelhető műtétesen, nem mindegyiket kell kezelni műtéttel. Van olyan, amit nem is kell kezelni, elegendő úgynevezett fizikoterápiás kezelés. Elején gyógyszerek, amelyek segítik a vénás keringést, és olyan kompressziós halisnya viselése, amely megakadályozza a rosszabbodást. Na, hogyha ezek mind-mind megtörténnek, ugye közben itt a kollégák nagyon ügyesen mutogatják az ábrákat, hogy milyen diagnosztika van, milyen formái vannak, viszont doktor úr hozott, főorvos úr hozott nekünk jó néhány olyan ábrát, amin látszik a különböző elváltozási formák, tehát ahonnan indulunk el, és hogyan jutunk el egészen extrém a fekélyesedésig. Mi a jellemző? Ugye itt elmondtuk azt, hogy a 40 év fölött már 10%, 70 év fölött szinte minden második ember érintett. Mi a jellemző megjelenési formája? Mi az, amivel küzdenek valójában a magyar társadalomra jellemző? A magyar társadalomra érdekes módon férfi és nő nemet is figyelembe véve gyakorlatilag azonos az előfordulási gyakoriság. Tulajdonképpen a főtörzsi varikozitás a domináló, és ezt követi az oldalágak tágulata. Na most az a gond, hogy sokszor a beteg csak az oldalágakat látja, és ezért jeleztem azt, hogy ultrahangos vizsgálat kell, ha kérhetném a 11-es ábrát, ott végzek egy ultrahangos vizsgálatot, amelyet állva végzünk, egy Color Doppler készülék segítségével, melyet pontosan meg tudjuk mérni a véna átmérőjét, meg tudjuk nézni a refluxot, ami azt jelenti, hogy azok a pici billentyűk, amik 3 cm-enként vannak a vénába, azok tartanak-e, vagy már elengedik a vért. Ha elengedik a vért, akkor visszaáramlás van, és akkor már ez a helyzet menthetetlen. Hogyha barnaság jelenik a lábszáron, vagy ne adj Isten egy fekély, akkor pedig mindenképpen beavatkozást igényel, még akkor is, hogyha idősebb betegről van szó. Természetesen szeretném kiemelni azt, hogy mint minden betegségnek van egy úgynevezett terápiás ablak. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan időszak, amikor még nem kell beavatkozunk a viszérkezelésbe, és van egy olyan időszak, amikor már nem tudunk beavatkozni, mert 88 éves beteg súlyos kísérő betegségekkel nem lesz megoperálva, mert ugye ennek a műtétnek, nem életmentő műtétről van szó, altatással nagyon nagy a rizikója. Tehát ezért javasolt az, hogy egy bizonyos korba igenis forduljunk szakorvoshoz,
végezzük el az ajánlott beavatkozásokat, és ha kell, akkor ez egy műtét legyen. És ez nem, akkor már nem szépészetiről beszélünk. Nagyon kevés időnk van azért, még kettő kérdés, hogy a műtétről még két gondolat. Amikor beavatkozásról van szó, az milyen következményekkel jár, milyen gyógyulási lehetőséget mutat, illetve milyen javulást hoz az életminőségben? Igen. Hadd kérjem a 17-es ábrát, és kihagynám a hagyományos módszereket. A műtétnek két nagy kategóriája van, az egyik a hagyományos, a másik pedig a legújabb módszerek, amikor az úgynevezett termokoagulációs módszerek, vagy sokan ugye interneten tájékozottak már, és látható az úgynevezett ragasztásos technika. Most én ez két utóbbiról beszélnék. A termokoagulációs módszereknek több fajtája van, az a lényeg, hogy hőt idézünk elő a véna belsejében, és ezáltal összesítjük, összezsugorítjuk úgy a vénát, hogy az helyben marad. Na most ez a beavatkozás történhet különböző érzéstelenítési formákban, a legpraktikusabb egy rövid altatás, a magam műtét nem hosszú, és egy speciális lézerszállal, ultrahangvezérelve megpungáljuk ezt a vénát, és összesítjük. Előnye, hogy nagyon kicsi a roncsolás, a beteg nagyon hamar munkaképes lesz, gyakorlatilag egynapos sebészet keretén belül zajlik. Ez azt jelenti, hogy van, amikor egy éjszakát, de van, amikor egy éjszakát sem tölt bent, és 7-10-14 nap múlva abszolút munkaképes lesz. Na most sajnos a véna nagyságától, a felszínhez közeli elhelyezkedésétől függően nem tudjuk minden alkalommal ezt a beavatkozást végezni, mert különben megég a bőr, tehát különböző hőkárosodás keletkezik. Még egy említésre érdemes dolog van, hogy ezek a berendezések és ez az eljárás borzasztó drága. A lézerszál több mint 150 ezer forint és egyszer használatos. Ez azt jelenti, hogy az OEP finanszírozott intézmények ezt a módszert nem nagyon veszik át. Ez privát klinikákon lehet elvégezni, Magyarországon egyelőre mindenütt, de külföldön is úgy láttam. A beteg a műtét után egy injekciós heparin védelemben részesül, már másnap járkál, majd egy hét múlva varratszedés és visszaáll a munkába. Hát ez jó hír a betegeknek, és jó hír, hogy ilyen fejlettségi szinten van. Sajnos a beszélgetésünk végéhez érve, de professzor, az összefoglaló nem maradjon el. A viszérbetegség örökletes hajlam mellett túlsúly terhesség álló foglalkozás során alakul ki leginkább. A szubjektív tünetek fáradékonyság, duzzanat, fájdalom mellett idővel tartós bőrelváltozások, gyulladás, sőt akár fekés kialakulhatnak. A kórismezésben kiemelt szerepe van az ultrahangvizsgálatnak, a kezelés tornával, kompressziós harisnyával, vénatámogató gyógyszerekkel kezdődhet, majd sebészi megoldások lehetnek szükségesek. Nyílt műtéti eljárások a nagyon nagy méretű és ahogy el is hangzott felszínes elváltozásoknál, vagy pedig a legmodernebb termokoagulációs lézerkezelés. Fontos az utókezelés, és érdemes tudni azt is, hogy a COVID-19 fertőzés hajlamosi trombózisra és viszérgyulladásra, tehát ezért is oda kell erre figyelnünk. Hát én hálásan köszönöm a nagyon érdekes beszélgetést, nagyon sok érdekes információt, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a lehetőséget. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!